A következő percekben két kiállításra hívjuk nézőinket. Kolozsváron Zoltán Kati munkáiból nyílt tárlat, míg Gyergyó Szent Miklóson Márton Árpád festményei csodálhatják meg a Tarisznyás Márton Múzeumba betérők. A kolozsvári magyar főkonzulátus rendezvénytermében nyílt kiállítás ötletgazdája Kántor Lajos irodalomtörténész volt, aki beszédet is mondott a megnyitón. Ez egyfajta lélekfestészet, és ez nagyon érdekes módon összekapcsolódik a Zoltán Kati egész eddigi életpályájával is, hiszen emberekkel dolgozott, gyerekekkel elsősorban, és az ő megismerésük, a velük való találkozás dolgozott azon igazán, hogy ezek a képek, itt persze a portrékról van szó, hogy ezek megszülessenek. Ezek is nagyon változatosak, ezek a képek. Itt viszonylag kevés gyermekportrét látunk, de néhányat igen. És ez is mutatja azt, ezek a képek is mutatják, hogy milyen rendkívüli teljesítményt tudott és tud felmutatni Zoltán Kati a gyermekek portréiban, ami pedig az egyik legnehezebb műfaj, vagy legnehezebb kifejezési mód, és nyilvánvaló, hogy ennek éppen ez a magyarázata, hogy nagyon közel tudott kerülni, és közel maradt a gyermekek világához. Ugyanakkor viszont az is elmondható, hogy a felnőtt portréi, férfi vagy nő portrék is nagyon-nagyon sok belső tartást fejeznek ki, és akár ezt a lengyel lányt nézzük, akár egy kalotaszegi embert, vagy egy széki embert, vagy egy román parasztembert, azt lehet mondani, hogy mindig a belsőjüket tudja megrajzolni, megfesteni, tehát nem egyszerűen csak a technikai megoldás a lényeg, hanem az a belső sugárzás, az a kisugárzás, ami ezeken a képeken van. Az egybegyűlteket Albertné Simon Edino konzul is köszöntötte, aki a festmények változatos színvilágára hívta fel a figyelmet. A jelenlevők azt is megtudhatták, hogy az alkotó, aki korábban gyermekgyógyász asszisztensként dolgozott, Mohy Sándor irányításával mélyítette el festészeti ismereteit. Első kiállítása 1980-ban volt. Engem leginkább Zoltán Kati színvilága ragadott meg, és amikor megpillantottam az itt kiállított festményeket, én rögtön úgy gondoltam, hogy beszélnek nekünk a képek színei. Az egyhangú és egyszínű világunkban az általa ábrázolt tájaknál előbújnak a színek. Ott vannak a korai roppant őszben, az átláthatatlan télidőben, vagy ott a helyszínű ég alatt. Zoltán Kati elénk varázsolja e színek világát és varázsát. Én úgy gondolom, földünkön vannak meg nem magyarázható jelenségek, amelyeket nem kell, vagy inkább nem is szabad megmagyaráznunk. Mihelyt számot akarunk adni róluk, eltűnik nyilvánvaló létük. Ilyen jelenség a festészet is. Néha jobban értjük a képeket, mint önmagunkat, mert saját lényünk titkait világosítják meg. De ha meg kellene magyaráznunk őket és elmondanunk, mit is szeretünk a képeken, nem tudunk válaszolni. Zoltán Kati munkáira is igaz ez. Nála először a lélekben alakul ki a munka, a maga apró teljességében, hiszen úgy tartja, a lélek mindig többet és csodálatosabbat lát, mint amit az ember meg tud festeni. Tulajdonképpen a lelkem mélyéről fakadnak fel ezek a színek. A képeket anyagtalanság jellemzi, ha megfigyelik a képeket, nem érződik rajta az anyag, ellenben a transzparens, láthatatlan színek is láthatók. Fejtette ki a kolozsvári festő a tárlat megnyitóján. Sosem tartottam magam festőnek, az lettem, de mindig ott élt bennem a zene, belőle táplálkoztam, nem is tudtam dolgozni másképp, csak a zene mellett, magyarázta. Mint részletezte egyik kedvenc zeneszerzője Beethoven, a róla, illetve a zenéjétől ihletve készült festményeiből három tárlat is nyílt már korábban. A 42 Beethoven kompozíciót mind egy-egy szonáta ihlette.
három Beethoven tárlaton volt a Német Fórum rendezésében, Brassóban, Szebenben, sőt el akarták vinni Európába is, és aztán én kiléptem a Német Fórumból, hogy miért azt én tudom, de nagyon szép tárlatot rendeztek nekem, sőt Kolozsváron is volt a Német Fórum által, akkor a román kultúra által volt egy Beethoven tárlatom a Bécséunál, vagyis az egyetemi könyvtárban is volt, a magyarok is rendeztek, akkor még ott volt a, volt a kiállító terem a másik oldalon, és ott is rendeztek egy Beethoven tárlatot. Nagyon érdekesek voltak a Beethoven kompozíciók. Hát az a 42 Beethoven kompozíció, az mind született egy-egy szonátából, vagy egy-egy Beethoven opuszból, és hát nem lehet szavakban leírni azokat, azokat látni kellett. Tehát például Beethoven, ahogy a billentyű a korona billentyűkből van ki, vagy Beethoven a Sphinx, vagy Beethoven a védőangyalom mondjuk, de hát az, az valahogy hogy mindig azt mondta, hogy az ő világa a föld és ég között van. Tehát nagyon nehéz leírni szavakba ezeket a kompozíciókat, azokat látni kellett volna, látni kellett. Van a természetnek nagy fájdalmas magánya van, ez az igazság. Nagyon magányos a természet. És ez a természetes benne. A scherzo, vagyis a vidámabb, a tréfásabb dolgok, amiből tudnék kiállítást is rendezni, azok elevenebb színek, nagyobb kontrasztok, nem annyira transzparensek, vidámabbak. De hát mondjuk jellemez engem minden. De főleg az ember szeretet. Zoltán Kati elmondta, gyerekportrékat is fest, mert nagyon szereti a gyerekeket. Azt azonban nem tudja megmondani, hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy korábban gyermekgyógyászati asszisztensként is dolgozott. A gyermeki világ csodálatos, és a gyerekek is szerettek engem, nem csak én őket, mondta Zoltán Kati. A kiállítás február közepéig látogatható. A Gyergyószent Miklósi Tarisznyás Márton Múzeumban Márton Árpád csíkszeredai festőművész életmű kiállítása nyílt meg. Cserkő Tibor András igazgató elmondta. Márton Árpád Gyergyóalfaluban született, Csíkszeredában élte élete nagy részét, de nem csak ott volt korszakalkotó, hanem erdélyi, magyar és ezen belül a gyergyói kulturális életben is annak számít. Nem feledte, honnan jött, a Szárhegyi Művésztábor egyik alapítója és rendszeres résztvevője volt. Nem csak Gyergyó ünnepli, hanem Székelyföld és az egész magyar kultúra. A kiállítást Bajna György újságíró és Ferenc Mátéfi Kriszta művészettörténész muzeológus nyitotta meg. Azt, hogy Márton Árpád milyen gyermektisztaság őrzője volt és maradt, alig ha kell boncolgatnom. Minden alkotásából kisugázik. Összehasonlíthatatlan egyedi világ az övé. Nem egyszer balladás, ahova mindenki beléphet, hiszen a művek készséggel vezetik a festőművész lelkének bugyraiba. Megmerítkezni az életvizében, vasfűre találni, istápra is, ha botladozni kezdene valaki. Vegy tiszta levegő lengébe a műveket. Márton Árpádot nem tudta besározni a kocsolyás idő sem. Az 1989 előtt ingoványokat épp úgy el tudta kerülni, mint a 26 évek kialakult mocsarakat. A tiszta szív és tiszta lélek érdeme ez, a szülőföld szerelmének ajándéka ez, amiért ő cserében megtanította fiát szeretni, imádni mindazt, amiből vétetett, az ekepas után hanyatt dőlő barázda édeskés illatát, az árgyilus madárkadalát, a munka közben gyöngyöző veríték kesernyis sós ízét, a táj színözönét, a felüdítő szálas esőt,
a hol csacsogó, hol síró énekeinket, ahogy az öregek emlékeiből, meséből átalakított okos gondolatokat, asszonyaink tartását, a férfiak biztatás sugárzó alakját is, és hogy ezeket a lehető legkevesebb színnel, néha akár jelt adó lármafává is mentve. Így feltarisznyálva már csak tehetséggel remek műveket alkotni, nem tarka-barka, ihajcsolyos üzeneteket, de elgondolkodtatókat, néha komorokat, amelyből ellenben az élet, és nem az elmúlás ehelete érint meg. A 75. születésnapját tavaly októberben ünneplő Gyergyó Alfavész születésű művész maga mutatta be alkotásait, fogalmazása szerint meggyonta bűneit. Ez egy összefoglaló valami, ami hát egészen a korai gyermekkori, tehát a középiskoláskori dolgaimtól napjainkig foglalja magába ezt az időszakot, ezt a csekély 51 évet. És lévén, hogy hát a 75-öt is most már túlléptem, hát így gondoltam arra, hogy egy összegzővel megpróbálom, hogy mondjam, egy kiállítást összehozni. Ez volt igen a célom, hogy mindenik, hát nem korszakokot nem mernék nevezni, de különböző időszakok, ahogy következtek a különböző technikák, stílusok, úgy próbáltam összesíteni, hogy mindenikből egy bizonyos rész kerüljön a nézők elé, mert így ilyen formában, ilyen összeállításban még nem volt. Különbek voltak még egyéni kiállítások, de nem teljes, tehát csak egy korszaknak a termése volt kiállítva. A szülőfalum itt teljes egészében, ugye a kékekkel, a zöldekkel van tele, és ez uralja a tájat, a kék ég, meg stb. És a kezdeti időszakban itt annak idején teljes egészében a kékekkel, zöldekkel dolgoztam. Ahogy visszatértem a főiskoláról, van egy pár itten egy munka ezekből. Persze már ugye csíkba éltem, de ezt próbáltam úgy behelyettesíteni, mint amit magammal hoztam. Utána jöttek a vörösek és a sötétebb, erőteljes színek, az viszont újra visszaköszön a népművészetünk, a vörös-fekete használata egyáltalán a népviseletünkben, még egyáltalán a színvilágba. És később majd jöttek a szürkék, a fehérek, ugye itt a tél, stb. Egyáltalán az egy kemény dolog, de ez egy kihívás is volt, hogy lássuk, a léleknek van egy szürkébb, egy finomabb árnyalati különbsége. Aztán következtek a sárgák, ami újra visszaköszönt a gyermekkorom, a föld melege, a föld hogyanja, és akkor a témáimot ennek függvényébe határoztam meg, vagy kezdtem el gondolkozni és teremteni, és főleg ami másik érdekes dolog az életemben, hogy teljes egészében figuratív maradtam, figuratív vagyok a jelen pillanatig is, és nagyon szeretem az embereket, az emberi ábrázolást, a hogyan, és hogy is mondjam, a Székelyföldet ezt megpróbáltam másképp megfogalmazni, mint ahogy sokan mások megfogalmazták, mert előttem sok nagy van olyan, aki nagyon keményen kimondta a Székelyföld jellegzetességét, de van ennek egy másik arculata is, olyanra igyekeztem, ami valahol a miénk is, de hogyha ezt kiviszed a nagyvilágba, akkor más is érezze magáénak azt a témát.
40 éves űrt próbál pótolni a Tarisznyás Márton Múzeum azzal, hogy hosszú évtizedek után Gyergyószent Miklóson is láthatóvá tette Márton Árpád alkotásait. Természetesen csupán egy töredékét, hiszen a festőművész teljes életműve sokkal gazdagabb, mintsem hogy egy múzeum néhány termének falain elférne. A tárlat április 22-ig látogatható.